Július 28-a van már, még mindig Bovecben vagyunk, és egy napot még itt töltünk, körbenézünk itt a környék nevezetességeit. Megnézzük, viszonyunk, még megnézzük alaposabban a Verita koritát, és aztán lemegyünk, megnézzük a Bokavízas és a Virjét. Szóval van mivel eltölteni itt az időt a Szócsa völgyében. A tegnapi naphoz még annyit, hogy 65 km lett, és 1150 valány méter szintemelkedés. Hát ez nettó 1150, mert hát ugye benne van a Brissicságú, ami önmaga egy elég pusztító széngyűjtő emelkedő. Hát ez a Boveci szállásunk erkélyéről készülnek ezek a képsorok, gyönyörű a kilátás. Itt fölöttünk is ilyen 2000 méteres csúcsok, a Júliai Alpok délnyugati vége. Egyébként maga a városka roppant kedves. Itt alattunk egy pékség, csak hozzáteszem, tudnak magyarul is. Ez pedig itt a Bároska fő utcája. Tegnap este hát hatalmas élet volt itt, hétfő este ellenére. Szóval egy nagyon-nagyon barátságos hely. Nem olcsó, azt hozzá kell tenni, de kiváló teljes mértékben. Tegnap kora este értünk ide, annyira nem maradt idő körbenézni, úgyhogy most visszajöttünk a Velika koritához. Megnézzük egy kicsit közelebbről. Ezt a szerpentinezést már nem akartuk bevállalni. Aztán később jött még több is, úgyhogy igazából nem osztott, nem szorzott volna. Ó, te jó Isten! Hát ide le se látni. Nem tudom, szerintem ezzel a kamera nagyon nem is tud megbirkózni. Nem. Annyira sötét, tudni. De azért megpróbálom. Tehát itt olyan, nem is tudom, 16-20 méter mélység biztos van. És hát a folyó szélessége változó, van, ahol alig több mint egy méter van, ahol 3-4-5 méter, de kegyetlen mély. Tehát visszatértünk ismét ide a Szlovén Grand Canyonhoz, a Velika koritához. Abban reménykedtem egyébként, hogy most majd délelőtt ide besüt a nap, de hát még várni kell egy körülbelül 2,5 órát, mire valóban be fog sütni ide a völgybe. Akkor talán több mindent lehetne látni. Hát arra távol, ott egy kicsit kevésbé kanyargós a kanyon, arra jól látni, hogy ide a sziklák közé hogyan vájt utat a Szócsa folyó. Ez most éppen egy olyan rész, ahol elég jól belátni a kanyon belsejébe. Elképesztő ez a smaragdzöld szín. Nem hiszem, hogy 10-11 foknál melegebb lenne a víz. És ott arra távolabb, arra már látszik, hogy megnyugszik a folyó, egy kicsit kiszélesedik. Azért azok a hegyek sem semmik. Szóval a Szócsa a világ talán egyetlen folyója, ami a forrásától kezdve egészen a tengerbe ömléséig mindvégig smaragdzöld színű. Jó pár turista feljött most. Hát itt a hasadék, ahol a folyó kilép a kanyomból, és itt egy kicsit kiszélesedik. Itt alattunk éppen van egy ilyen elég mély kőkád. Én szerintem itt van legalább 5 méter mély a víz. Érti? Appácska! Hát... Na tehát látszik, hogy mennyire mély a víz. Lazán lehet egy fejest ugrani. Ez igen. Csak gratulálni tudok nekik a bátorságukhoz. Appácska!
pont lemaradtam. Leugrott onnan. Elképesztőek ezek a színek. Hát így szinte végig látni a Velika koritát. Egyébként annyira hideg a víz, hogy itt a vízparton hát körülbelül 10 fokkal hűvösebb a levegő. Kint a napon most van 32-33 fok, árnyékban van mondjuk 25 fok, itt pedig alig van, talán 18-20 között. Valahol azt olvastam, hogy a Szocsa víze gyakorlatilag ivóvíz minőségű. Most megkóstoltam, valóban így van. Tényleg olyan hideg, mint egy forrásvíz, és nagyon finom, eszméletlen finom. Hát ebből bármikor bátran mernék inni, hát itt legalábbis a folyás felső részén. Egy kis betekintés ide a kanyonba. Hát itt körülbelül 15 méter mélyen van alattunk a folyó. Csak azért mondom a magasságot, hogy jobban lehessen érzékelni. Morajlik rendesen. Igen. Még mindig nem jött el az a napállás, amikor bevilágítani a völgybe, bár kétlem egyáltalán van-e olyan. Egyébként itt húzódik fölöttünk a Trentáról Vovecbe vezető út. Olyan, mint hogyha óriások lábnyomai lennének itt kint a sziklában. Hát ennyit a Velika koritár. Bovecből kifelé jövet, mindjárt összeszedtünk 100 méter szint emelkedést. Nem számítottunk rá, hogy egy ekkora hegy van a város és a Virje vízesés között. Mondjuk a táj Kárpótól érte. 7 kilométer a vízesés. Ez aztán megint egy jó kis szivatós útszakasz. Fölle. Jó 10% fölöttiek. Már hallani csobogni a vízesést. Arra kell kanyarodnunk majd. Itt vízesés helyett valami papírok lúgja. Azt a kutyafáját. Ezért az nem lehet éppen meleg víz. Mindenesetre nagyon jól néz ki. Éppen szemből szűk a nap, úgyhogy nem tudom, hogy mi fog látszani, mi nem. Na itt talán több.
Nagyon szépek ezek a zöld mohos sziklák. Úgy látszik, kristálytiszta víz. Kicsit a Krkára emlékeztek Horvátországban. Ildikó már próbálgatja a vizet. Visszajöttünk a parkolóba. Azt mondja az Ildikó, hogy ezen az úton menjünk le. És ezen induljunk el a Boka felé. Ami egy fába vészett felirat szerint mindössze egy órára van, tehát 4-5 kilométernél nem hosszabb az út. Az úton a tervező nem erre javasolta az utat, de egyébként itt alattunk 200 méterrel van egy tó, és a tótól úgy tűnik, hogy ki a főút felé megy egy szintén gondolom ilyen erdészeti út. Slaboka erre. Hát akkor megpróbáljuk. Ez tulajdonképpen egy mesterséges tó, egy duzzasztás. Ami fölötte van, az a nem semmi. Egy egész keskeny, talán 80 centi szélességi úton jöttünk el itt a sziklafal és a tó melletti korlát között. Szép helyen építkezett ott valaki. Na és akkor erre vezetne tovább az út a Boka felé. Fogalmunk sincs, hogy hova vezet ez az út, de reméljük jó irányba. Micsoda pillangó felhő. Na az a helyzet, hogy lehet, hogy ez zsákutca, tehát egy ilyen zerge ösvényé változott hirtelen ez a betonút, és nekünk oda kéne lejutnunk a völgybe. Még egy kicsit előre megyek, megnézem, hogy kiszélesedik ez az ösvény. Hát azt, hogy ha 200-300 métert kell tolni, az még nem probléma. Tehát itt az zerge ösvény, itt egy nagy lefolyó. És akkor úgy tűnik, hogy innentől megint betonút vezet. Úgyhogy talán érdemes ezt a 200-300 métert tolva megtenni, aztán tovább tudunk menni. Szerintem nem vagyunk normálisak. Most itt azon a zerge ösvényen jövünk, de ez tényleg ez szó szerint zerge ösvény. Az előbb úgy kellett átemelnünk egy bízmosás fölött a bringákat. És akkor erre tovább. De ahogy nézem, egy olyan 50 méterrel előttünk már megint egy betonút kezdődik. Remélem most már nem szakítja meg egy ilyen zerge ösvény szakasz. Na egyébként picces, tehát ezek a betonutak ilyen hegyoldalnak futó, mint a vasúti pályákon a vonal végén az ütköző, az hasonló módon ér véget. Na remélem ez volt az utolsó. Elméletileg arra megyünk a... Hát vagy a Boka vízesés, vagy pedig a főútvonal felé. Jöttünk megint 300 métert. Aztán egy ilyen akadályba ütköztünk. Most vagy arra, vagy arra. Arra nem, azt mondja az Ildikó. Hát akkor itt a lépcsők felé. Hú, hát ez lehet, hogy dugó. Más néven kapufa. Na szóval erre tudnánk jönni, megint egy ilyen zerge ösvényen. Na de aztán innen hova tovább? Ott van lenne a főút. Oda kéne valahogy lejutnunk. Uramisten, gyönyörű a táj. De az a helyzet, hogy tényleg öngolt rúgtunk, mert itt ez lenne az egyetlen egy esélyünk. Itt ezen a lépcsősoron lemenni, de hát ez egy ilyen 45 fokos lejtésű, és hát kb. 120 méter mélység. Hát ezen biciklit levinni, úgyhogy sajnos vissza kell mennünk. Egy
Azért, hogyha ez egy rendes kerékpárút lenne, elképesztő látvány lenne innen a kerékpárút pereméről. Hát innen a Júliai Alpok legjobbát belátni. Arrafelé a Vrissétságó, arra pedig a Mangárt. Pont velünk szembe most. Megint csak egy zerge ösvényen kellett, hogy lejöjjünk. De végre lent vagyunk a völgyben. Ott van lent a főút. És itt ez az elképesztő panoráma. Egyébként nem is tudom, tehát bárhol jártunk a szlovénoknál, mindenhol, vagy nem tudom, nyírva van itt a fű, vagy csak ennyit nő. De elképesztő rend van mindenhol. Szóval átvágtunk a golfpályán, mert az Ergősvényen nem akartunk tovább menni. Itt van tőlünk balra a főút egyébként. A folyó vagy patak medre elég gyászosan nézett ki, gyakorlatilag semmi víz nem volt benne. De hát ugye magyarok mindenhol vannak, az előbb jött itt egy fiatal magyar pár, kérdeztem tőlük, hogy érdemes egyáltalán felmenni a vízeséshez, van-e benne víz. Azt mondták, hogy mindenképpen gyönyörű, úgyhogy most felváltva felmegyünk. Tehát, hogyha valakit érdekelné a Boka vízesés, akkor onnan jövünk Bovec felől, és arra megyünk tovább Kobarid irányába. És itt ez a tájékoztató tábla, amit azért elég nehéz észrevenni az útról, de annyiból megkönnyíti a tájékozódást, hogy a Bokapatak fölött átvezető híd után rögtön jobbra. Tehát, hogyha Kobarid felé megyünk, akkor jobbra. Mert egészen innen az útról lehet látni a vízesést. Most a napfény nem éppen a legkedvezőbb szögben esik rá. Hát ez a kilátópont, ettől közelebb nem lehet menni a vízeséshez. Igazából nem is tudom, hogy ez most forrásból táplálkozik, vagy gleccserből. Kicsit más lenne a napállása, mondjuk délelőtt jönnénk ide fel, kicsit más képet mutatna. Most már visszafelé megyek a bringákhoz. Tehát aki a Bokát akarja felkeresni, annak tanácsolom, hogy maximum délután egyig jöjjön. Tehát legjobb a délelőtti órákban, mert akkor olyan a nap állása, hogy megsüti a vízesést, nem pedig fölötte van, vagy közvetlen mellette. Tehát itt délután 4 óra környékén már eléggé rosszak a fényviszonyok, mind a film, mind a fénykép készítéshez. Azért itt alul nem semmi kőmeder van. Tehát amikor olvadás van,
Gondolom a boka ontja itt a vizet. Érdemes elnézni oda a távolba, Júlia Alpok csúcsai. Hát, mint egy festővásznon. Ez a látvány nem semmi. Hát elképesztően szép látvány. És egy kisebb hágóra másztunk fel, és hát itt a hágó tetejéről ez a látvány van. A felhők bejönnek a hegycsúcsok közé. Parádés nagyon. Kis welcome drink. Hát zajlik az életi teste 9 után Bovecben. Itt van alattunk ez a pékség, ahol még magyarul is tudnak. Elképesztő jó hely. És rengeteg bringás van. Tényleg egy kifejezetten hangulatos hely. Az Ildikóék tegnap elmentek sétálni, és azt mondja, hogy este 9 után, sőt, hát majdnem 10 óra volt, még valami programszervező iroda akkor is nyitva volt, hétfőn este.
harmadik nap reggelén, még mindig Bovecben. Hamarosan indulunk a Mangárd nyereg irányába. Időjárást nézem, mára elég sok esőt ígértek. Hát ilyen váratlan, bármikor nyakunkba zúdulható esőt. És hát délkeletről, keletről jön a szél. Gyanítom, hogy ma végig futni fogunk a csapadék elől. Arra a Mangárd irányába, arra még tiszta az ég volt. Hát erre a Predilhágó felé vezető úton az első megálló, amit érdemes megnézni, az a Klúze, az áróerőd. Ez az alsó része, ez a Bovechez közelebb eső része. Később majd fölfelé, ahogy megyünk, majd lesz egy olyan része, ahol szinte átmegy az út az erődön. Arra pedig a Brisics-hágó felé vezető út húzódik ott a két hegy között. Szóval erre megyünk tovább. Az a gond pont szembeszelünk van, honnan fúj a szél. Igazság szerint nem is azt mondom, hogy baj, mert az esőt délről várják. Úgyhogy ha onnan fúj a szél, akkor nem lesz eső. Ha csak meg nem fordul napközben. Egyébként itt folyik a Szócsa mellékfolyója, Koritnica. És érdemes ezt a barlangot megnézni ott szemben a szikla oldalban. Egy kicsit följebb lesz majd egy másik, de lehet, hogy ez az. A lényeg az, hogy ugye itt a 30-as években, meg az azt megelőző évtizedekben szénbányászat folyt, és innen a Trenta völgyéből a feljáró munkásoknak egy alagutat építettek, egy 5 kilométeres alagutat, átfúrva itt a Júliai Alpok ezen részét, és hát kezdetben gyalog, aztán később vasúton tudták megtenni az utat a túloldalra, az olasz oldalra, mert egyébként meg kellett volna kerülniük az egész Predilhágót. Ott lenne a mélyben zugog a Koritnica, nem nagyon lehet rálátni a növényzettől. Még mielőtt tovább indulnánk, még egy utolsó képkocka. Tehát a Klúzénak egyébként van egy ikertestvére a hegy másik oldalán, az egész romos állapotban van. Tehát az a hatodik isonzói csatánál az első világháborúban az olasz tüzérség az szinte rommá lőtte. Alig 2 kilométert jöttünk az erődtől, meg kellett állnunk itt a Koritnica völgyében. Hát eszméletlen szép a színe, hát az ugyanolyan, mint a Szócsának. Hát ugye ez a Predilhágó folytatása. Ismét megálló Logpod Mangartop nevű településen vagyunk. Elképesztően gyönyörű a táj. Erre, tehát ebbe az irányba, Bovec irányába mennénk. És akkor mi arra megyünk tovább. Szóval hihetetlen vidék. Ez már itt a Predilhágó, vagy ahogy az olaszok mondják, Predilhágó. Hát onnan jöttünk lent a völgyből, Bovec irányából. És akkor majd, miután visszajöttünk a Mangártról, akkor arra megyünk a Predil-tabak felé. Csak amit meg akarok mutatni, itt elmentünk mellette. Az a vízesés ott a túloldalon.
nem ijesztegetésnek mutatom, de ott lehet látni az autót, ahogy megy fel. Hát ez a Mangarthágó út eleje az ami brutál, nagy emelkedésű. Ott jön az a narancssárga, hát itt valami 20%-os emelkedő van az elején. Aztán később azért szelidül 10 környékére, de az eleje az nagyon brutális. Bizony hó van a hegy oldalban, vagyis hát gletszer. Annyit érdemes egyébként tudni magáról a Mangart útról, hogy az olaszok építették a múlt század 30-as éveiben. Igazából nem tudom, hogy mi célból, mert stratégiai jelentősége tulajdonképpen nincsen neki. Míg a Predilhágónak van. A Predilhágónak viszont elég a múltba vesző a története, még annak idején kereskedelmi céllal épült meg a 1400-as évek 60-as, 70-es időszakában, ha jól emlékszem. És ott kibukkan már a cél, jó, hát nem a Mangart hegy, hanem annak a nyerge. A Mangart az 2864 méter, bocsánat, az a Trigláv, és a hágó az viszont 2040 méter, tehát odáig megyünk fel. Csak egy visszatekintés itt mehet közben. Úgy tudom az eleje, az brutál meredek. Ott magasodik a Mangart. Még jó, hogy itt árnyékba tekerünk. Úgy néz ki, hogy a beígért zivatar az elmarad. Legalábbis most még úgy néz ki. Másfél kilométer után egy rövid kis pihenő. Itt 15%-os az emelkedés. Megérkeztünk a fizetőkapuhoz. Muszáj bevennem egy fájdalomcsillapítót, mert lüktet a lábam nagyon. Hát onnan jövünk, abból az irányból. Most egy ilyen 15%-os etap van a hátunk mögött. Bár mondjuk itt a vége az már egy kicsit szelidebb volt. Ez is egy újdonság, ez a tábla, ugyanis úgy tudom, hogy korábban buszok nem jöhettek ide fel a hágó útra. Most a koronavírus járvány miatt nagyon lecsökkent a hágó látogatottsága, vagy a hágó út látogatottsága, ezért a bóveci szállásadónk, Ránkó, aki egyébként kiválóan beszél magyarul, mondja, hogy Tarvízió felől buszokkal hozzák fel a turistákat, és ingyen lehet feljönni. Tehát ez egy új szolgáltatás, hogy egy kicsit mozgásba hozzák a turizmust. Ingyen jönnek fel a buszok, ingyen hordják fel a turistákat. 3,5 kilométert jöttünk a Mangart úton. Most vagyunk 1386 méteres magasságban, és hát még van bőven hátra, még több mint 700 méter. Idáig azt mondom, hogy könnyebb, mint a Vrisics. Elértünk egy rövid alagutat. Itt volt egy elágazás 50 méterrel lejjebb, tehát itt a baloldali ágon kell tovább jönni.
Persze az alagútban is emelkedik. Mozogtak el itt éppen valami 5-6 motorral. Ó, elképesztő a látvány. Egy újabb megálló 1450 méteren. Elképesztő mennyi hó vagy gleccser van ott a szemközti hegycsúcs alatt. Elég meredek az út, tehát az a Volkswagen most már lefelé megy. Mi megkapaszkodunk arra fölfelé. És jön egy újabb alagút. Pillanatra lehet látni ott az alattunk lévő utat. Tehát azért rendesen megvan az út emelkedési szöge, de én még mindig azt mondom, hogy jobb a Mangartra feljönni, mint a Vrisicságóra. A Vrisics-Kranjska-góra felől szerintem brutális. Hú, basszus, semmit nem látni az alagútban. Meg jó, hogy nem olyan hosszú látni a végét. Csöpög a víz az alagútból. Bekapcsoltam a világítást, de gyakorlatilag semmit nem ért, mert annyira vízes belül minden, hogy azonnal elnyeli a fényt. Túl 5,5 kilométeren, vagyis a Mangart út felén, egy újabb alagút előtt álltunk meg. Fölöttünk magaslódik a Mangart. És hát lassan egy vonalba érünk azokkal a hegyekkel, amik itt a Mangart mellett csoportosulnak. Látszik, hogy ez a felhő pamacs, ami most éppen balról kerüli a Mangartot, a csúcs alatt van legalább 200 méterrel. Ez pedig itt alattunk. És akkor egy újabb alagút. Már nem is tudom, negyedik? Nem, azt hittem hosszabb, de látni a végét. Talán 150 méter. Csöpeg itt is a víz, el is rakom a kamerát. Sárkányrepülők most éppen fölöttünk. Ez pedig az alagút után kibontakozó panoráma. Vannak felhők, éppen súrolják a hegytetőt, de hála Istennek ezek még nem zivatar felhőnek néznek ki. Adná az ég, hogy megusszuk eső nélkül. Itt mennek a siklóernyősök éppen. 1640 méter fölött vagyunk most már. Tehát ott, ahol most a távolabbi siklóernyős megy, ott van egy gleccser, illetve ott szemben van több. Hát azok lassan egy magasságban. De már most magasabban vagyunk, mint tegnap előtt a Brzezicságon. Ugye az 1611 méter volt, most pedig már valamivel fölötte vagyunk. Elképesztő. Most a nap szépen bevilágítja a szemközti hegycsúcsoknál a gleccsert. Brutális itt az emelkedés. Egyébként aki ide feljön, azzal számoljon, hogy forrás nagyon nincsen. Ez az első, most így közelítve az 1700-hoz, hogy vizet látok. No hát ez az a szakaszon, ahol lehetetlen kézből kamerázni. Hát olyan iszonyú meredek, az a kanyar, amit ott látunk, 20 méterrel, az azt megelőző útszakasz, az annyira meredek volt, és annyira az égbe vezetett, hogy a Led Zeppelin mennyvezető lépcsőház című dala jutott az eszembe.
A Pöttyinek a videójában van egy olyan jelenet, amikor jön itt fel, és azt mondja, hú, hát ez az út hova vezet talán az égbe. Igen, teljesen úgy nézett ki. Na, hát szóval lassan elhagyjuk a fenyővezetet, elfogy az árnyék, úgyhogy itt még érdemes egy utolsót pihenni, mert utána már nem nagyon lesz árnyék, legfeljebb a barlang, az alagútban. Ez már a Mangartra ráfordító része az útnak. Ott fönt zöldel a nyereg, és magasodik a Mangart. Nyolc és fél kilométert jöttünk a Predil elágazótól. Most értük el azt a részt, ahol az utolsó barlang kezdődik, itt a Mangart alatt. Ott a Mangart. És akkor ott megy fölfele egy brutális emelkedési út. Talán az lesz az út legkeményebb része. De én azt hiszem, most egy kicsit bemegyek a barlangba. Az alagútba hűsölni. Egy tájékoztató tábla, hogy milyen növényekkel és állatokkal találkozhatunk itt fent. Hú, elképesztő jó idő van ide bent. Muszáj lesz valamit innom is, mert nem tudok beszélni, összetapad a szám. Már nehezen mennek a susogósok. Egy rover. Hát 1840 méteren le van zárva az út, nem tudjuk miért. 1840. Valami omlás van kiírva, ha jól értelmezem. Ilyen kicsi a világ, ott megy az a magyar pár, akikkel a bokavízesésnél találkoztunk, akiktől kérdeztem, hogy érdemes-e felmenni. Most segítettek átemelni a bringákat itt a útlezáráson. Hát tényleg kicsi a világ. Megálltunk itt egy sziklaoldal árnyékában. Tulajdonképpen ott, amit látunk, az már a nyereg. Tehát még odáig kell fölkapaszkodnunk. Most vagyunk 1870 valány méteren. Ott szemben, ott van az alagút, az utolsó alagút. Pöttyit ott nem engedték át a birkák. Na hát innen már látszik, hogy néhány hegycsúcs már alattunk van. Elképesztő szép a vidék. Aha, tehát ezért van az útlezárás. Egy kisebb szikla omlás volt itt a közelmúltban. Tehát most pont velünk szemben a sziklaomlás, ami miatt le van zárva az út. És akkor pedig a panoráma. Lenne, ahol parkolnak az autók, ott az útlezárás. És ott a nyereg. Hát ott szemben van gleccser bőven, egy csúcsok alatt. Akkor itt értük el a Mangart út hurkát. Hát itt jobbra tartva kell megkerülnünk az előttünk magasodó nyerget. Ott a Mangart és a kőfolyás. Ha volt valaki, aki nézi a filmet, és feltekert ide a Mangartra, meg feltekert mondjuk a Vrisicsre is, azt talán egyetért velem abban, hogy sokkal kellemesebb ide feljönni. Tulajdonképpen
komolyabb megfeszítés nélkül fel lehet jönni. Itt vagyunk a csúcson egyébként, tehát innen már visszakanyarodik az út. Tehát 2000 méter felett vagyunk most. Mindjárt felmegyünk ide a domboldalra, és akkor megnézzük, hogy Olaszország felé milyen a kilátás. Tehát 2040 méter magasság. Ott a kő, ami jelöli. Előttünk a Mangárt, mellette a kis Mangárt, és akkor itt van ez az őrült nagy leszakadás. Alattunk ott a távolban a predél tavak látszanak. És az ott már Tarvízió utáni hegyek. Az az igazság, hogy ez most itt szavakkal leírhatatlan. Tehát itt vagyunk a nyereg végében, és aztán itt hirtelen alattunk ez az őrült nagy leszakadás. Tehát ott a predél tavak, azok hát olyan 1300 méterrel vannak alattunk. Elképesztő mélység. Bocsánat, az is lehet, hogy ez a Fusinai tavak. Most nem vagyok benne biztos, hogy a kettő közül melyik. Ha a predél, akkor 1300, ha a Fusinai, akkor több mint 1100 méter a szint különbség. Szlovén túrázóval beszélgettem. Azt mondja az úr, hogy amiket ott lent láttunk, azok a Fusinai tavak. Tarvízió abba az irányba van. Hát ugye így akkor a predél tavakat is abba az irányba találjuk. Ugye hát ott szemben már a karavankák van. És akkor, hát ugye Fusinai tavak, és akkor abba az irányba pedig Krajinská góra található. Itt pedig ez az elképesztő mélység. Hát meg kell mondjam, óriási szerencsénk van az idővel. Hát abszolút nem ezt jósolták. Több mint 5 mm csapadékot, és több hullámban esőket. Úgyhogy hálát adhatunk az égnek, hogy ezt itt csapadék nélkül megosztuk a mai napot idáig. Most már nem is tudom, délután 1 óra, fél 2 körül lehet. Na, még egy. Hát a Mangár tetejét nem is látni, mert ott már felhőkbe burkolózik. Egyébként egy kicsit szürkül a felhő színe, úgyhogy nincs kizárva, hogy csapadék lesz, de az már nem itt fog minket érni. Tulajdonképpen ez volt minden vágyom, hogyha ide feljutunk, akkor legalább körbe tudjunk nézni. Hát kiválóak a látási viszonyok. Ugye hát a tavak is innen, hát légvonalban is több mint 10 kilométerre vannak. Nem beszélve ott szemben a karavankákról, tehát az meg már messze több mint 20 kilométer, úgyhogy elég messzire el lehet látni. Tulajdonképpen arra felé halványan a Dolomitokat is lehet látni. Csodálatosan szép. És akkor ott lenn egy apró kis csücsök, látszik Tarvízióból is. Hát oda fogunk most legurulni, és akkor elindulunk lefelé pont ebbe irányába.
azok a gleccserek ott. Nézzünk el egy kicsit nyugati irányba is. Arról az oldalról készült már egy csomó képkocka, úgyhogy az most annyira nem is fontos. Inkább ezt a Gletscherweite kanyont mutatnám. Sajnos nem lehet jobban kimenni a szélére. És oda, ahol most jön az a fekete pólós, hát csak nem a magyarok. Na szóval ott van a 2040 méteres kő. Bocsánat, ott. Hát ha oda átmennék, akkor jobban belátnék ebbe a nyiladékba, de azt gondolom, hogy a fő attrakció az inkább arra a fusinai tavak felé volt. Még annyit hagyjártassam a számot. Tegnap a Facebookon egy kedves bringás ismerősünk megosztott egy bejegyzést, már nem is emlékszem, hogy kinek a filozófikus gondolatait tolmácsolta, hogy a kerékpározás az maga a szenvedés, amit nem tud helyettesíteni semmiféle virtuális tréner. Azt gondolom, hogy teljesen igaza van. De én annyit hozzátennék, hogy meg lehet, hogy szenvedés, de a motiváció az átlendít ezen. És számomra a motiváció többek között azt is jelenti, hogy minden hegycsúcs, vagy minden hegy egy kihívás, egy próbatétel. Amit az ember, ha legyőz, akkor tulajdonképpen megelégedettséget okoz, és egy kicsit saját magának is bizonyítás. És ez még annyit tennék hozzá, hogy tavaly ősszel találkoztam a Mátrában egy úrral, Daniel József, ha jól emlékszem a nevére, szolnoki bringás, 70 pluszos, és pár évvel ezelőtt még Franciaországból, az Alpokból hazatekert. Aztán volt egy autóbalesete, gyakorlatilag szinte minden csontja összetört, hetekig kómába feküdt, és hónapokig a kórházi ágyat nyomta. És amikor én a Mátrában találkoztam bele, tekertünk fel az Ilona vízeséshez, tehát az úr néhány nappal korábban jött ki a kórházból, csontsoványan, iszonyúan beesett szemekkel, de már két bottal gyalogolt fölfelé a vízesés felé, Parádfürdőről. Tehát elképesztő, ezt nevezem igazi teljesítménynek, tehát az ember, amikor saját magát is megpróbálja legyőzni. És amikor ilyen kihívások előtt van az ember, akkor ha mondjuk Dániel József jut az eszébe, akkor abból erőt merít. Utolsó pár képkocka, és akkor indulunk. Megyünk le Predil, illetve Tarvízió irányába.
Ahogy látszik is legurultunk a Predil túlhoz, abban az irányból, Mangártról. Ez a tó egyébként egy hegyomlásnak köszönheti a létét, tehát elzárta a vizet és ennek következtében jött létre a tó. Milyen a víz, Ildikó? Jó volt a gurulás, ugye? Vízivel előtt vagyunk már. Klassz kis vízesés ott a hegyoldalban. Egész a tetejéről jön. Hát nagyon hamar rátaláltunk a kerékpárútra. Éppen csak bejöttünk Tarvízióba. Itt az Alpokadria kerékpárúttal párhuzamosan jöttünk fel az utcán. Gyakorlatilag ott, ahol ez a kék tetejű ház van, és hát itt van ez a elhíresült erőtemplom, és akkor abba az irányba megyünk, pont ebbe felé. Tehát ez már az Alpokadria kerékpárút. A bezárt vasútvonalra épített első osztályú kerékpárút. Tehát Salzburgtól egészen le Triestig el lehet rajta zötyögni. Jöttünk ideig talán 3 kilométert, már a sokadik kerékpáros pihenőt látom. Úgyhogy erre odafigyelnek. Évente egyébként elég komoly forgalmat bonyolít le ez a kerékpáros túraútvonal. Sokan szeretik, mert ugye önálló kerékpárút, csak nagyon ritkán kell közösen használnia az autókkal. A Júliai Alpok széle. A gond az, hogy ez a kerékpárút sincs nagyon elresztve vízvételi lehetőségekkel, vagy kocsmákkal. Emlékeim szerint legközelebb majd Ugovizzánál lesz egy ilyen vasúti állomás épületből átalakított bringás bár. Az előbb itt elmentünk valami garázs kocsma mellett, de hát az nagyon lepukkat volt. Az érdekes, idáig fölfelé jöttünk. Tulajdonképpen itt billen át az út, és innentől kezdünk el gurulni, vagy hát legalábbis enyhén, de lefele menni. Mindjárt elérjük a forgalom számláló kaput. Tehát most már elhagytuk Tarvéziót. Na, szóval itt van ez a forgalom számláló kapu. Egyet ugrik, hogyha valaki áttekert rajta. Jó, szép szám. Mindjárt Ugovizzába érünk. Aki erre jár, feltétlenül figyelje majd itt az út jobb oldalát. Lesz egy vasúti állomásépület átalakítva kerékpáros bárra. Itt mindenképpen érdemes megállni. Tehát pillanatokon belül befutunk Ugovizzába, a kerékpáros bárba. Egy igazi magyar csaj sörözik.
2018. augusztusában jártunk erre. Gyakorlatilag semmi nem változott. Még a pincérnő is ugyanaz, mint aki 2 évvel ezelőtt volt. Ugyanúgy itt vannak a napozóágyak, csak más helyen. Ez egy igazi bringás büfé. Ja, mutatom, tehát ott a napozóágyak mögött, ott egy kút, tehát vizet is lehet tölteni, akinek kifogyott a kulacsa. És hát 2 órával ezelőtt még ott a hegyeken túl jártunk. A Mangátról gurultunk le.2018-ban itt fordultunk vissza. Most akkor megyünk tovább pont ebbáig. Ez itt San Leopoldo. Nagyjából 5 kilométer, ugye? Megérkeztünk a mai napi célállomásunkhoz.
holnap innen folytatjuk. Az a olaszos életérzés. Mint Tukovizzában, a bringás bárban. Egyébként ugyanaz a pincérnő volt, mint 2 évvel ezelőtt. Eszméletlen lazák. Hát rájuk ez jellemző. Akkor innen Pontebbából folytatjuk tovább az utat le az Adria irányába. Nagyon király, van egy ilyen alap megvilágítása, és akkor is szakaszonként, ahogy halad az ember, gondolom ilyen mozgásérzékelőkkel van ellátva a szakaszonként a világítás, és annak függvényében kapcsolja fel, illetve le. És akkor ide visszaérünk a Tiumetellához.
Elhagytuk Dognát is most már. Előttünk ismét egy alagút, hát most már nem tudom, hogy pont ebbe volt a hányadik, de szerintem közel járunk a 10-hez. Tehát ő a Fiume Fella. Amúgy nagyon hangulatos kisváros ez a Venzone. Itt van alattunk az óváros meg a vár a kikötővel. A törökök próbálkozásai ellen építettek ilyen erődszerű építményeket. Hát kilátás Koper irányába. Ki tudja miért, a bicikli út felhozott ide Izola fölé valami hegyre. Jó, hát a kilátásért érdemes volt, azt mondom.